táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én. Bárki megmutathatja, hogy jobban táncol az együttesnél, ami alatt Lóci játszik Kisvárdán. A népszerű magyar együttes is fellép a Szabolcsi település első gasztrozenei fesztiválján. Április 1-én és 2-án hagyományteremtő szándékkal szervezik meg Kisvárda legújabb szabadtéri rendezvényét. A Les Fest Promotions, ugye a Les Festről, amiről leginkább ismert, de úgy gondoltuk, hogy húsvétkor van egy olyan szabad időpont, amikor a megyében nagyon kevesen szerveznek rendezvényt. Tehát azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó időpont, meg lehet jól csinálni, és a zene és a gasztronómia az szerintem nagyjából hozzá is tartozik a húsvéti ünnepekhez, ezért gondoltuk, hogy ez egy jó időpont lesz. Az igazi fesztivál hangulat pedig garantált. 4 színpadon nemzetközi és hazai utcazenészek lépnek fel, minden nap 13 órától este 22 óráig. Több mint 30 fellépő lesz, ezek nagy része zenekar, olyan zenekarok fognak játszani, mint a Lóci játszik, a Bagosi Brothers, a Kistehén, vagy éppen a Random Trip, vagy Árai Márka Halott Pénzből, de az Ocsó Mácsót, vagy a Pál utcai fiúkat is említhetném akusztikus verzióban, de ezen kívül lesz Buratino, Báb Színház, BMX bemutató, tehát ezer olyan dolog, ami érdekessé teszi majd a vasárnap és a hétfő délutánt. Az igény a zene mellett street food és gurmé különlegességek, incsiklandó ízek, finom illatok is várják a gasztronómia szerelmeseit. A gasztrozenei fesztiválon nevéből adódóan ugyanis fontos szerepet szánnak a gasztronómiának. Ezért ismert és közkedvelt street food vendéglátó egységek is jelen lesznek a fesztiválon, melynek gasztronómiai tematikája a sárga túró és a töltött tojás lesz.